Új edzők, új játékosok, új csapat, új osztály. A tavasszal még átcsoportos Nyíregyháza edzői stábja és kerete szinte teljesen kicserélődött az elmúlt hetekben, így nyugodtan lehet mondani, hogy egy még alakulóban lévő csapat várja a bajnoki rajtot. A felkészülési mérkőzéseken nem sikerült nyerniük a Cápáknak, igaz egy kivételével első osztályú csapatok ellen lépett pályára Horváth Ákos együttese. Egy tök jó megfogalmazást alkalmazott a Szabó Gabi masszőrünk, hogy a lelkünknek nagyon jót tett volna, hogyha győzelemmel hagyjuk el mondjuk az utolsó, utolsó meccsen a pályát, de az, hogy 4 pontot játszottunk egy elsőligás szlovák csapattal, az felér egy győzelemmel. Nyilván nem ugyanaz, de a rengeteg pozitív impulzus, a győztes első félidő, illetve egy csomó rész siker, ami különböző szerkezetben megadhatott, az a srácoknak is azért ülepedett. És jelenleg azt mondom, hogy lelki állapotban mindenképpen vagyunk ott, hogy győztesnek érzik azért magukat a srácok, és nem úgy megyünk az első fordulóra, hogy bármilyen lógó orra, hanem önbizalommal. A felkészülési meccseken mutatott teljesítménye alapján Völgyi Marcell kulcsembere lehet a nyíregyházi csapatnak. Felelősség, de semmiképp sem teher. Én inkább, ahogy már mondtam korábban is, a csapat miatt tudtam jól teljesíteni. Szerintem lesz, mikor majd más fogja vinni a csapatot elől. Mi így egy csapatként tudunk jól működni. Bízom benne, hogy Budafokon is erő tud jönni majd az, amit itt Merim és Ákos megálmodott. Úgyhogy ha ez összejön, akkor bízom benne, hogy én is, és a többiek is egy jó játékkal el tudjuk hozni a megfelelő pontok. Mint a vezetőedző elmondta, sok csapatnál voltak jelentős változások, így egy kiegyensúlyozott bajnokságra számít. Körvonalazódnak erőviszonyok nyilván, meg számolgatnak az emberek, voltak nyilatkozatok. Velünk nem annyira számolnak még, hogy top 4-be leszünk. Nem baj. Majd ezt ki kell vívnunk magunknak a pályán, illetve az ellenfelekkel szemben. De akiket emlegetnek a kollégánk is, illetve a közvélemény, a MAFC, a Cegléd. Ugye a MAFC majdnem egyben maradt, a Cegléd nagyon beerősített, nagyon sok igazolással, illetve a Pécs nagyon egyben maradt, szinte ugyanaz a csapat van, akik fel akartak jutni, természetesen erősek maradnak. De hát a BKG minden évben erős, a Vasas minden évben egy masszív utánpótlás nevelésüknek köszönhetően egy olyan csapat lesz valószínűleg, akik szervezetten játszanak, szervezetten védekeznek. És van az összes többi, ahol nagy játékos mozgás volt Újpesten, vagy most már Fóton ugye. Kaszásoknál is egy teljesen új csapat épült. Érdekes lesz. Szerintem egy jó kiegyensúlyozott bajnokság lesz, biztosra sehol nem lehet menni. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks Budafok mérkőzés pénteken 19 óra 30-kor kezdődik. A forduló további párosítása a következő: MEAFC Miskolc Újbudamafc, Óbudai Kaszások Vasas Akadémia, Jászberény TF Budapest, Deac 23 Salgótarján, BKG Prima Akadémia, Phoenix MT Fót és Cegléd Pécsi VSK.